Kazinczy emlékérmet kapott a Kisdelki Általános Iskola, magyar szakos tanára, Faragó Ágnes. Vele beszélgettünk az elismerésről és a több éves munkáról. A Kisdelki Általános Iskola tanárnője Faragó Ágnes a Szép Magyar Beszéd verseny kelet magyarországi döntőjére való többszöri eredményes felkészítésért elismerő oklevelet és emlékérmet kapott. Őt kérdezzük erről először is. Köszöntöm Önt! Mi alapján kapta meg ezt az elismerő oklevelet és emlékérmet, és hogyan zajlott pontosan ez az átadó? Köszönöm szépen a televíziónak a meghívását. Nagyon nagy meglepetés ért egy telefon által, amikor is Kisújszállásról kaptam egy telefont, és személyesen Pintér István meghívott, aki évtizedek óta szervezi ezt a versenyt. Pécsi Blanka után tudjuk, hogy kiszélesedett a Szép Magyar Beszéd verseny, így aztán a Dunától keletre és a Dunától nyugatra lévő tanulóknak a versenye. Méghozzá 5.-7. osztályosok kerülhetnek területenként a versenybe. Az első helyezett jut el mindig Kisújszállásra, és egy nagyon rangos nyelvész zsűribe kell megmutatni a tudását, mind hangos olvasással, értő és értető olvasást kell produkálnia, méghozzá a tanuló elolvassa a versenyen előzetesen már a körzetben elolvasott szövegét, választott szövegét, a második nap alkalmával a zsűri által kiválasztott szöveget, ismeretlen szöveget, és a harmadik nap van a díjkiosztó, és itt szoktuk végig izgulni, hogy azokkal a diákokkal, akikkel eljutunk idáig, hiszen nagyon rangos, mint mondtam, zsűri előtt kell bizonyítaniuk a gyerekeknek. Mondok néhány nevet. Vaha tanár úr, Szatmári tanár úr, Bencédi tanár úr, ők sajnos már nincsenek köztünk. Kerekes Barnabás tanár úr, professzor úr, aki voltak éppen összefogja ezt, méltóan összefogja ezt a magyar nyelvügyért szóló versenyt. Ő rendezte és ő nyitotta meg az idei alkalommal is ezt az ünnepet. A kitüntetettek között az idei évben 7 magyar szakos kollégámmal együtt vehettem át ezt a rangos kitüntetést, és annyit kell még róla tudni, hogy 2000-ben fogalmazódott meg az, hogy egy plakettel és egy elismerő oklevéllel együtt jutalmazzák azokat a tanárokat, akik többször is eredményes tanulót tudnak ide eljuttatni. A kitűzőimet sorra vettem otthon, mielőtt elindultam volna. A felsorolás kezdeném. Talán Virág Betty volt az első, akit még Pestre kísértem el a szlovák kollégiumba. Utána Lőrinc Anna volt, aki nagyon szépen szerepelt ezen a versenyen, és ezek után már a 2000-es évek következtek, 2003, 2004, 2012, 2013 és 2014. A neveket is mondanám, Sándor Kata, Susánszki Benjamin, Borsik Viktor, azok, akik nagyon szépen helytáltak ezen a versenyen. A felkészítésben mindig meg kell találni azt a gyereket, aki olvasott, és valami különleges orgánummal rendelkezik, hiszen nagyban befolyásolja szerintem a zsűrinek az ítéletét, az is, hogy mennyire tud valóban értő és értető módon olvasni egy gyerek, és egy kicsit más lenni, mint a szokványos iskolás olvasás, felolvasás. Milyen is volt ön számára megkapni ezt a díjat, és amikor megtudta, akkor mit érzett, mint a díjátadón, mint a telefonhívásnál?
A telefonhívásnál, megmondom őszintén, régebben munkaközösségi vezető voltam. És amikor Pintér tanárról fölhívott, akkor mondtam a tanárónak, hogy én már nem vagyok munkaközösségi vezető, és akkor, de azért elmondta, hogy milyen célból hívott. És annyira meg voltam lepődve, hogy nem hittem el neki először az első alkalommal, hogy én vagyok a kitüntetett, és mondtam, hogy még egyszer olvassam be nekem azt a kolléganőmnek a nevét, aki kisújszálláson részt vehet most 2022-ben ezen a rangos ünnepen, és megismételte, és mondtam neki, hogy határtalanul boldog vagyok. Végül is 22 év munkája van ebben a zoklevélben és plakettben. A jövőben is folytatja ezt a munkáját? A tanulók tekintetében mennyire látja így a mostani generációban, hogy ilyen versenyen részt vegyenek és ilyet tapasztaljanak? Az iskolánk a hagyományokat őrzi, és a kazinci verseny, mint szép magyar beszédverseny természetesen minden évben. Most a Covid miatt egy ideig szünetelt, de a hagyományokat őrizve évről évre megtartjuk. A hagyomány a kiválóságok, vagy egy kicsit a tehetséges gyermekek ápolása is. Így aztán úgy gondolom, hogy ennek nem fogunk véget vetni, és folytatni fogjuk a munkánkat. A 30. idősebb Vándor Rudolf emlékhangversenyből egy részletet tekinthetnek meg a következőkben. A mai emlékhangversenyen több olyan szereplő is színpadra lép, aki igen sokat tett a település fúvószenei életének a fellendítéséért az elmúlt évtizedekben. Ezek közé tartozik Török György József, aki 1987-ben újjászervezte a fúvószenekart, és Rudi bácsi hosszú évekig tartó munkássága után lefektette a ma is működő zenekar alapjait. Kedvenc indulói közül most Szuk Mátyás isaszegi indulóját fogja dirigálni. A zenekar élén Török György József.
Zenekari pályafutásukat Kisteleken kezdték, hangversenyünk soros főszereplői is. Kovács István alezredes szervezte újjá a katonazenekart Hódmezővásárhelyen, és hosszú éveken át irányította is azt nagy sikerrel. Dömösi Tamás pedig ennek a zenekarnak az ütőszólamát erősíti. Paul Enka My Way című sikerszámát Kovács István vezényli, énekel Dömösi Tamás.
Ugri koncert előadásában nem csak karmesterek és szólisták vesznek részt. Az előző évek zenekari tagjai közül többen már nem tudják vállalni a rendszeres próbákat, szerepléseket, de a mai napig kisegítői a zenekarnak. Most is vállalták a hangversenyen való közreműködést. Kálmán Csaba, Magyar Norbert, Lackó Andrea, Kalmár Gergely és Csontos Gábor. A következő műsorszám az Apáca Show című film népszerű betétdala, a címe I Will Follow Him. Csillagszemű juhász című mesét hallhatják Kovács Erzsébet előadásában. Csillagszemű juhász. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ez a király olyan hatalmas volt, hogyha eltüsszentette magát, az
egész ország népének rá kellett mondani, adj Isten egészségére. Hogyha náthás volt, nem is lehetett más szót hallani az országba, mint adj Isten egészségére. Minden ember mondta, csak a csillag szemű juhász nem akarta sohasem mondani. Megtudta ezt a király, nagyon megharagudott, s maga elé hívatta a juhászt. Elmegy a juhász, s megáll a király előtt, aki éppen a trónusán ült. Nagyon mérges volt. Mondd mindjárt, adj Isten egészségemre! Kiáltott rá. Adj Isten egészségemre, mondta a csillagszemű juhász. Nekem, nekem, te gazember! Kiabált a király. Nekem, nekem, felséges uram! Válaszolt a juhász. De nekem, én nekem! Ordított magából kikelve a király. Mondd azt tüstén, hogy adj Isten egészségére, felséges királyom! Nem mondom én bízén addig, amíg a király kisasszonyt hozzám nem adják feleségül. A király kisasszony is ott ült a szobában, egy kisebb trónuson. Nagyon megtetszett neki a bátor legény, s egy szóval sem mondta, hogy nem megy hozzá. De bezzeg a király, kékült, zöldült dühében, s nyomba megparancsolta, hogy vessék a juhászt a fehér medve tömlöcébe. Megfogták a darabontok, s bevetették. De mikor a medve meglátta a csillogó szemét, a tömlöc legtávolabbi szögletébe kucorodott, dehogy is merte volna bántani. Jön reggel a hopmester, összeszedje a juhász csontjait, hát látja, hogy bíz annak, kutya baja nincs. Felvezette a királyhoz. No, te gazember, most közel voltál a halálhoz, mondod-e nyomban, hogy adj Isten egészségemre? De a juhász csak azt mondta, nem félek én 10 haláltól sem. Csak akkor mondom, ha a király kisasszonyt nekem adják feleségül. Eredj hát 10 halálba! És a király megparancsolta, hogy vessék a juhászt az óriás sündisznók tömlöcébe. Be is vetették a darabontok egy szóra, de mikor betették, utána az ajtót a juhász elővette a szűre ujjából a furujáját, s olyan szépen fújta, hogy a sündisznók egymásba kapaszkodtak, s táncra perdültek. Reggel, mikor a hopmester eljött megnézni, hogy maradt-e valami a juhász csontjaiból, még javába fújta, s a sündisznók még mindig járták. Mi volt, mit tenni? Felvezette a juhászt a királyhoz, s azt mondta, nog az ember, most közel voltál a 10 halálhoz, mondod-e már, hogy adj Isten egészségemre? De a juhász csak azt mondta, nem félek én 100 haláltól sem. Csak akkor mondom, ha a király kisasszonyt nekem adják feleségül. Eredj hát 100 halálba! Kiáltott nagy haraggal a király, s megparancsolta, hogy vessék a juhászt a kaszásverembe. El is vitték a darabontok, de mielőtt bevetették volna, arra kérte a juhász őket, menjenek ki egy kicsit, míg ő belenéz a verembe, talán még meggondolja magát. A darabontok kimentek, ő pedig felállította a verem mellé a fokosát, ráakasztotta a szűrét, a tetejébe tette a kalapját, s kikiáltotta a darabontoknak, hogy nem gondoltam meg magam. Bejöttek a darabontok, s be is vetették szerencsésen a szűrt, meg a kalapot, s észre se vették, hogy a juhász maga ott maradt az egyik szögletbe a sötétben. Másnap jön a hopmester a lámpással, hát majd hanyatt esett, mikor meglátta a juhászt, felvezette a királyhoz, aki akkor még sokkal mérgesebb lett, de azért még megkérdezte. No, most 100 halálban voltál, mondod-e már, hogy adj Isten egészségemre? De a juhász csak azt felelte, nem mondom én addig, amíg a király kisasszonyt nekem nem adják feleségül. Látta a király, hogy elpusztítani nem tudja.
Befogatott hát a királyi hintóba, maga mellé ültette a juhászt, s elhajtott az ezüst erdőbe. Ott azt mondta neki, látod ezt az ezüst erdőt? Neked adom, ha azt mondod, adj Isten egészségemre. De a juhász most is csak azt mondta, nem mondom én addig, amíg a király kisasszony nekem nem adják feleségül. Hú, a király elhajtott az aranyvárhoz, ott azt mondta, látod ezt az aranyvárat? Neked adom az ezüst erdőt, az aranyvárat, csak mondd azt nekem, adj Isten egészségére. De a juhász itt is csak azt mondta, nem. Nem mondom addig, amíg a király kisasszonyt nekem nem adják feleségül. Odébb hajtattak a gyémántóhoz. Ott a király azt mondta, látod azt a gyémántavat? Neked adom az ezüst erdőt, az aranyvárat, a gyémántavat, csak mondd már azt nekem, adj Isten egészségére. De a juhász itt is csak azt mondta, nem, nem, nem mondom addig, amíg a király kisasszony nekem nem adják feleségül. Látta már a király, hogy semmiképpen nem boldogul vele. Nagyot sóhajtott, és azt mondta, Isten neki, hozzád adom a lányomat, de akkor aztán mondd nekem igazán, hogy adj Isten egészségére. Mondom én, persze, hogy mondom, miért ne mondanám? A király ennek nagyon megörült, s kihirdette, hogy örüljön az egész ország népe, mert a leánya férjhez megy. De legjobban örült a szépséges, szép király kisasszony, aki annyi királyfit kikosarazott, s aki a csillagszemű juhász igazán megszerette. Tartottak aztán olyan lakodalmat, hogy az egész országban mindenki evett, ívott, táncolt. De a királyházánál volt a legnagyobb vigasság, a legjobb banda ott húzta, a legjobb ételek ott főződtek. Hát, amint a vőfébe hozta a tormás disznófejet, s a király maga elévette a tálat, hogy mindenkinek a részét kiossza, egyszerre csak nagyot tüsszentett az erős tormától. Adj Isten egészségére! Kiáltotta a juhász legelőször, s a király ezen úgy megörült, hogy menten lefordult a székről. Akkor a csillagszemű juhász lett a király. Igen jó király lett belőle, sohasem terhelte a népét azzal, hogy kedvük ellenére jót kívánjanak neki. Mégis jót kívántak neki minden parancsolat nélkül, mert jó király volt, s igen szeret. A Kisteleki TE és a Csongrád közös mérkőzésének az összefoglalóját tekinthetik meg a következőkben.